Sziasztok, én Klobi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodás napot szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig egy tanulságos kisfilmet hoztam el nektek. Honnan is máshonnan, hogyha nem a Darman nevezetű csatornáról. Szerintem ez egy halloweeni különkiadás lesz. Sőt, én még azt is megmerném kockáztatni, hogy lehetséges, hogy egy horror sztori lesz itt. Na de, az a címünk, hogy a Babysitter... Miért mindig a babysitterek? Már nem azért. Szóval a babysitter bosszút állt a gonosz gyerekeken, ami pedig ezután történt, az sokkoló. Mégis milyen babysitter az, aki képes bosszút állni? És mi történhetett ezután? De hát most azért vagyunk itt, hogy ezt kiderítsük. SponziBlock! Ennek a videónak a támogatója World of Warships, innen is köszönöm szépen nekik a lehetőséget. Idén már nem először dolgozok velük együtt közösen, ugyanis ez egy baromira komoly játék. Személy szerint, amikor én legelőször kipróbáltam, engem a grafikája nyűgözött le baromira, hogyha pedig esetleg még valaki nem hallott volna róla, ez egy taktikai játék, ahol történelmi hajókkal csatázhatsz más hajók ellen, akiket játékosok irányítanak, tolhatod akár egyedül, vagy pedig a barátaiddal a csapatban, és több mint 400 hajó van a játékban, plusz most a bátyja elhozott nektek egy brutális ajánlatot, ugyanis, hogyha most töltitek le a játékot a leírásban található linken keresztül, akkor kaptok egy 25 euró értékű ajándékcsomagot, amely tartalmaz 2,5 millió kreditet, 200 dublonzt, 2 darab baromira erős prémium hajót, amikkel mindenkit szinte darálni fogtok, ezen felül pedig még 7 nap prémiumot is, hogyha érdekel titeket, akkor mindenféleképpen lessetek rá, ott van a link lent a leírásban, és ezzel közvetlenül támogatjátok is a csatornát. Na de akkor, térjünk is vissza a videóhoz. Te vagy a harmadik babysitter ebben a hónapban. Az mondjuk biztató, és egyik sem bírta tovább egy napnál. És most tudjátok, bedurranna már a csajszi, mert megdobták párnával, és most elszakadna nála a cérna, de hát csak nem. Jól leszek, és rendben lesz minden. Adhatok nekik fánkot, természetesen, csak nehogy többet kapjanak egy darabnál, és nehogy nézes velük olyan filmet, amiben bohócok vannak, ugyanis baromira félnek a bohócoktól. Most akkor azért lesz baromira gonosz, ugyanis ki fogja őket kötözni egy székhez, és bohócos filmeket fog velük nézetni, vagy mi? De ez a csajszi baromira szimpatikus eddig, de lehetséges, hogy ez csak az álca. Ki tudja? Egy fánk maximum, és nem lesznek bohócok. Na nézzük a reakcióját. És figyeljetek, ahogy elmentek a szülők, ő még azután is mosolyog meg minden. Nem változott meg az arca úgy, ahogy az egyik régebbi babysitteres történetünkben. Hát csak jó fej lesz. De hát tuti, hogy lesz itt valami csavar. Mit fogtok csinálni, srácok? Hoztam fánkokat. Hozok tányért. Hát mit akartok? Fúj, jó fej. Vitt nekik fánkokat, visz nekik tányért. Az előző babysitter sztorinkban a csaj baromira bunkó volt a sráccal. Na de ő teljesíti a babysitter feladatait. Mit néznek annyira az iPad-en? Szerintem... valamit nagyon, de nagyon el fognak követni a babysitter ellen. Ugyanis az előző babysitterek nem véletlenül hagyták ott őket. Mondja is a csaj, hogy nem szép dolog titkolózni. Nem titkolózunk mi, csak arról beszéltünk, hogy mennyire izgatottak vagyunk, hogy te vagy az új babysitterünk. Ó, ez annyira édes. Bekapcsoljuk a tévét, jó? Van egy lottó szelvényük, és csak szigorúan ugye azért kapcsolták be a tévét, hogy megnézzék a nyerő számokat, és tudjátok, mindjárt elkezdenek valami horrorfilmet nézni. Hogyha megnyernéd a jackpotot, millió dollárokat nyernél. De nehogy az legyen, hogy a fánkba rakott valamit,
és azzal megöli a gyerekeket. De hát csak nem. Nincsen véletlenül csoki a fánkban, ugyanis allergiás rá. Hát mégis mit csináljak? Te vagy a babysitter, neked kéne tudnod. De ez nem a babysitter hibája szerintem, hanem a csávói, ugyanis miért nem kérdezte meg, hogy van-e benne csoki? A babysitter most kezdett, neki mégis honnan kéne tudnia, hogy allergiás a srác a csokira? Bár a szülők valami listát csak adtak a gyerekekről. És hogy kiakadt egyből? Felhívom az édesanyádat! Milyen szemetek! Pedig hogy megijedt a csajszí? És hogy féltette a srácnak az életét? Ezzel az egésszel csak szivatták őt, és igazából nem is allergiás a csokira. Már kezdett gyanús lenni nekem, ugyanis olyan tünetei voltak, minthogyha félrenyelt volna. Akartam is már mondani, hogy miért nem kezded el ütögetni a hátát. Láttad volna, hogy mennyire megijedtél. Olyan rendes pedig eddig ez a csajszí, meg törődő. Egyáltalán nem érdemli meg, hogy így bánjanak vele. Na, valaki írt is neki? Lehetséges, hogy a csávója? És hoppá, hoppá, hogy beletaláltam? A csajszínak a mosolya mindent elárult. Szerelem Dr. Robertet egyszerűen nem lehet átverni. Na de húzzák is a lottó számokat. Most csak valami kamu indokot kitalálnak, és lelépnek, és a babysitterre bízzák, hogy nézze meg, hogy nyertek-e azzal a szelvénnyel. Tudja, hogy itt is valami prank lesz csak, és ezt előre kitervelték. Lehetséges, hogy... Aha, tudja, hogy az lesz, hogy ezt az egészet kitervelték, és ők csinálták meg ezt a lottóhúzást, és az fog kijönni, hogy megnyerték a jackpotot. Eddig a kettő szám stimmel. A harmadik szám is stimmel. És mennyire gonoszak. Plusz a negyedik szám is stimmel. De ez a csajszé egy csupa szív lányzó. Hogy lelkesedik meg minden? Ők pedig addig csilit raknak a fánkokba. Miért ilyen gonoszak? És miért ebben lelitek az örömötöket? Hogy azt szivatjátok, aki csak a munkáját végzi. Legalább lelkiismeretesen. Nyertetek, srácok! Esküszöm, hát nézzétek meg! És hoppá, hoppá! Még az a szám is bejött! Vágod? A babysitter baromira lelkes, meg minden, hogy nyertek, ők pedig egyáltalán nem lelkesednek, kicsit sem gyanús, bár mondhatnánk azt, hogy jaj, csak nem hisznek a babysitternek. De tudja, hogy ezt az egészet ők szervezték meg. Nyertünk, nyertünk! Mégis miről beszélsz? Hát nézzétek, meg nyertünk! Minden szám stimmel, plusz a legeslegutolsó, és erről van szó! Megnyertük a csomó pénzt! Egyen meg, hogy örül! De rossz színész a srác. Próbálj elhitetni vele, hogy ő is örül, de itt lesz valami turpisság. Én most mondom nektek. Soha többé nem kell dolgoznunk, és elég lesz, hogyha életünk végéig csak videójátékokkal játszunk. Ott is van! Mekkora forma! Mert minthogyha megígérték volna neki, hogy feleznek a nyereményen, hogyha nyernek. A csajszí meg egyből, most már hívom a szüleiteket, hogy gazdagok lettünk, és most már felmondok, és nem kell soha többet már dolgoznom. Milyen szenvedélyet csinálja a munkáját, nem? Szóval úgy érzem, hogy tudjuk már, hogy a többi babysitter mégis miért léphetett le. Tuti, hogy vele is ugyanezt adták be. Nézzétek meg, hogy a srác mennyire gyanúsan fogja azt az iPad-et. Szerintem videózza a csajt, hogy prankelik. Nem lehet? Már hogyha ez az egész igaz lenne, és ezek lennének a mai nyerőszámok. Hát de nézzétek már meg ezek! Nem, nem, ez egy előre felvett videó. Mondtam én nektek, hogy ők bizony ezt az egészet csak kitalálták és kitervelték.
azok a számok, az előző heti nyerőszámok. Szegény Csajci, már rendes sajnálom. Miért kell folyamatosan őt szivatni? És látszódott az arcán, hogy mennyire csalódott. És most pedig... No more donuts for you two, especially after what you just did. Hoppá, hoppá! Milyen idegbe lett? Az tudta, hogy az a fánk, amibe csilit raktak. Nem elég, hogy prankelik őt, hanem itt már prank sorozatok vannak. Az egyik prank még véget sem ért, és már jön is a következő. De ő eddig baromira jól bírja a sarat. Lángol a szám, mégis mi van benne? Csípős szósz! Igyál tejet akkor! Miért érzem, hogy a tejjel is csináltak valamit, és tovább viszik ezt az egész prank sorozatot? Mennyire szívtelenek, a bögrébe pedig ilyen kamu bogarakat raktak. Kezdem érteni most már teljesen komolyan, hogy miért lépett le az összes babysitter. Hát kíváncsi vagyok, hogy ő mégis meddig fogja bírni. Itt van a lehetőségünk, de mégis mire? Milyen szemetek vagytok? Hozzányúltok a Csajcinak a telefonjához és belenéztek. Az privát dolog. Illetlenség ilyet csinálni. Írnak a Paliának, hogy nagyon sajnálom, nem lehetek veled együtt többet. Azért túlléptek ti már minden határon. Ez baromira nem vicces. És írjuk még neki azt is, hogy nem nézel ki hozzám eléggé jól, ugyanis túlsúlyos vagy, és ennek az egésznek vége van. Nagyon, de nagyon össze lesz zavarodva a csávó. És el is küldték neki. Egyből pedig a csávó, akinek elküldték ezt az üzenetet, fel is hívja a Csajcit. Hát most bizony, bele fogtok bukni ebbe az egészbe, ugyanis csak nem fogjátok felvenni, és ezután szerintem a barátja folyamatosan fogja hívogatni a Csajcit, és csak nem fognak szakítani, és csak meg fogják beszélni ezt az egészet. Na most mit műveltek? Csak le ne tiltsátok, ismételten hív! Ragd repülő üzemmódba. De ez azért is aljas, ugyanis így nem csak a Csajcit szivatjátok meg, hanem a barátját is. És ki tudja, hogy mennyi ideig nem fogják tudni tisztázni ezt az egészet. De a babysitter már nagyon régóta el van tűnve, és itt is van, már vissza is tért, ők pedig már a következő prankükön törik a fejüket. Tönkre tettétek a fánkomat. Hoppá, hoppá! Bekemény itt a Csajci, erről van szó! Szegény Csajci... Visszaélnek egyszerűen a jó indulatával. Annyira gonosz ez az egész. Na de fel is veszi... Wait, babe, slow down, what are you talking about? Baby, nyugi! Lassíts már! The one that's fat, huh? Te mégis miről beszélsz? Szegény lány... Hello? Teljesen. Mark? Hello? Belekavartak a magán életébe. Ti mégis mit csináltatok? Küldtetek a barátomnak egy üzenetet? Maybe. Hát lehetséges. Oh, and you read through my personal conversations. You guys texted him and broke up with him? Ti írtatok neki, és szakítottatok vele a nevemben. Hát ezt mégis hogyan képzelitek? Teljesen jogos a kiakadása. Nagyon, de nagyon messzire mentek. You know what? The lottery, that was good too. Even the spiders. But this is way too far. Baromira igaza van a lánynak. A csávó le is blokkolta őt, szóval nagy esélye nem is tudja megoldani ezt a problémát, és nem is tudja kimagyarázni. Mondja,
hogy a lottós prank még vicces volt, a fánkos sem volt rossz, illetve a pókos sem. Na de ez túllépett már minden határon. Igaza van teljes mértékben. Four for four. Is that what this is to you guys? Some sort of game? Ez valamiféle játék. Az emberek érzelmeit baromira meg lehet bántani, és úgy bánjatok másokkal, ahogy azt szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Mennyire igaz az egész? Jaj, szegény. Oké, rendben. Sok szerencsét hozzá, hogy visszaszerezd a barátodat. Hogy lehet valaki ennyire érzéketlen és bunkó? Szégyeld magad! De miért ilyen gonoszak vele? Nagyon, de nagyon nem ezt érdemli. Ő komolyan full kedves volt velük, és még fánkot is vitt nekik. Ki bántotta őket, hogy így viselkednek? Már nem azért. Úgy elszomorít engem ez az egész. Hoppá, hoppá! Valami nagyon, de nagyon eszébe jutott a babysitternek. Lehetséges, hogy most fog majd valahogy visszavágni. Mégis minek? Neki a gyerekek iPadje. Mit talált rajta? Thank you so much for your help tonight. Really appreciate it. De komolyan! Mit láthatott rajta? Valamit baromira kitervelhetett szerintem, de hát már véget is ért a babysitterkedése. Ki is fizették. A szülők pedig egyből. Hogyha nem szeretnél visszajönni, teljesen megértjük. De a Chelsea mondja, hogy ó, ne aggódjatok, jövök én még, és vigyázok a gyerekekre. Alig várom már, hogy visszatérjek, és vigyázhassak rájuk újra. Hát akkor ezek szerint a gyerekeknek a terve nem jött be. De én azt sem értem, hogy mégis miért csinálják ezt az összes babysitterükkel. Ezzel csak a szüleiknek a dolgát nehezítik meg. És folyamatosan csak kell keresniük az új babysittereket. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha normálisan viselkednének. De most jó volt látni, hogy pofára estek, ugyanis baromira nem erre számítottak. See you soon, kids. Hamarosan találkozunk, srácok! És a szülők mennyire örülnek, hogy végre nem kell keresni egy új babysittert. Na de el is telt egy hét, és vissza is tért a Chelsea, hogy újra vigyázzon rájuk. A szülők le is léptek. Hoppá, hoppá! Az édes bosszú most ő fogja prankelni a gyerekeket, nem pedig a gyerekek őt. Erről van szó, így kell ezt csinálni. Okay. És mennyire jó fej, már megint vitt nekik sütit. De aztán ki tudja, hogy abban a sütiben mégis mi lesz. Íj, szegény srác. Milyen nehezen sétál, mi történt vele? A Chelsea már átlát rajtuk, és lehetséges, hogy ez is csak egy prank. Ki tudja? Something in my back. Oh no. Would you mind? Ez tuti. Yeah, sure. Hogy ez a tésztás prank lesz, hogy egy száraz tésztát rak a szájába, és amikor a babysitter megpróbálja kiroppantani a hátát, akkor töri össze a fogával. De szerintem már teljesen, aha, az lesz, már teljesen átlát rajta a babysitter, és direkt elbénázza. Hát hamarabb kell felkelned ahhoz, hogy át tudjad őt verni, és ott is van, ki is vette már a száraz tésztát a szájából. Most bizony, nem ti fogtok itt prankelni. Fordulj meg! Hoppá, hoppá! Ne csináld ezt! Na ez baromira komoly, hogy van nála is véletlenül egy száraz tészta, és most bizony vissza fogja prankelni a saját prankjével. Így kell ezt csinálni. Szóval így kell hátat roppantani. Fú, de visszaadta. Így kell ezt csinálni. Hát szerintem eltörted a hátamat,
Jaj, de fáj! És most legalább a srácon lehet látni érzéseket, meg ijegységet. Először, amikor vigyázott rájuk, baromira szívtelennek tűnt. Nagyon, de nagyon remélem, hogy a lány sikeresen tudta tisztázni a barátjával ezt a kis félreértést, és meg tudták beszélni. Hívd azonnal a mentőket! És mondd meg nekik, hogy meglettél prankelve. Jaj, mekkora forma. Egyre jobban bírom ezt a csajt. Na, milyen érzés ez? Mégis honnan tudtad, hogy én erre készülök? És vajon kikopoghatott? Van egy olyan érzésem, hogy a csajszi nagyon is tudja, hogy kijött, és ő intézett valamit. That's odd. Just a big mi lehet a dobozban? No one's around. Tuti, hogy ez is valamelyik prankjének a része. Körbenéz, hát senki sincsen itt. Eléggé gyanús. Maybe you should open it. Lehetséges, hogy ki kéne nyitnod. Vagy... I could pour this entire bottle of... Mi van akkor, hogyha ez már a gyerekek prankje, és mondjuk... A csajszi van a dobozban, ugyanis őt nem láthattuk eddig. Csak ő is otthon van, nem? Ott is van! Mennyire adta magát a helyzet, hogy valami hasonló lesz. Most már bizony túljár az eszükön. Így sokkal, de sokkal jobban tetszik nekem. De eléggé ijesztő volt a nevetése, minthogyha kezdene már teljesen bekattanni. De hát csak nem. How did you know that she was gonna be in there? De mégis honnan tudtad? Come on, let's watch a movie. Hogy ott lesz. Hát, ez egy eléggé jó tipp volt. Na de gyertek, és nézzünk egy filmet. Miért érzem, hogy bohócos filmet fog velük nézetni? Mivel mondták a szülei, hogy azokat nem nézhetnek. Na, gyertek már, hoztam nektek sütit is. Mit művelhetett vajon a sütivel? És hogy belelkesedett a sütitől? Na, nem köpte még ki? Hát akkor nem csinált vele... Semmit! Ó, dehogy nem! Kár lett volna kiadni ezt a hatalmas nagy pranket. Ez undorító, mégis mit tettél bele? Nagyon, de nagyon reméli, hogy nem tett bele túl sok szódabikarbónát, aztán ki tudja, lehetséges, egy kicsikét véletlenül megcsúszott a keze. Hát persze, hogy véletlenül. Várjatok csak! Nézzük ezt! És ott is van a bohócos film! Hogy megijedtek tőle? De ezt nehogy elmondják a gyerekek, a szülőknek, ugyanis akkor tudja, hogy ki lesz rúgva. Ne, ne, ne! Kapcsold ki! You guys aren't scared of clowns, are you? No? We're not scared of anything. Játssza az ártatlant, hogy nem már. Ti komolyan féltek a bohócoktól, mint hogyha nem tudná, de ennyire félnek tőlük. Because I heard there's a scary clown that just escaped from a... Most pedig már para kitalált történeteket is mesél nekik, hogy azt hallottam, hogy egy félelmetes bohóc kiszabadult a közelben a börtönből, és a rendőrök még mindig nem találták meg. And rumor has it, te ezt most komolyan mondod? Teljesen komolyan. És tudjátok, hogy mi a legszebb az egészben? Hogy legutoljára ezt a bohócot pont a szomszédotokban látták. Nem! Te csak... Szórakozol velünk, és mi meglepő módon hirtelen már el is ment az áram. Mekkora tag a babysitter? Szerintem ezt az egészet ő tervelte ki, hogy bizony most Móresre fogja tanítani a gyerekeket. No,
és megpróbálja rájuk hárítani, hogy ti csak most prankeltek engem, ugye? Mégis kikopoghatott, de ezek után csak nem fogják kinyitni az ajtót. A srác most már konkrétan szinte sír. Jó, rendben van. Kinyitom én az ajtót, de nem dőlök be a többi pranketeknek. Hogy meg vannak rémülve? Na? Hát nincs ott senki! Nyugodjunk meg! Ne csináld! És ott van egy bohóc! Biztos vagyok benne, hogy a lány szervezte be azt a bohócot is. Lehetséges, hogy az exe, akivel újra összejött, mivel hát a gyerekek dobták ki, és ő öltözött be bohócnak. Szép próbálkozás. Nem, komolyan mondjuk. Hát, ezt az egészet nagyon, de nagyon túltolja már, és hogy elszínészkedte, minthogyha az a börtönből szabadult bohóc komolyan leszúrta volna a babysitter. És bizony, nem csak egy beépített bohóc van, hanem van ám itt több is. És tudjátok, az lenne a vége, hogy igazából nem a csaj szervezte meg ezt az egészet, hanem a történet, amit mesélt, valós. De nem, biztos, hogy nem az lesz. És gondolj bele, hogy ezután mégis milyen traumái lesznek a gyerekeknek. Azért ezt nem szabadott volna meglépnie, bár valljuk be, eléggé vicces, meg bármennyire is gonoszan hangzik, meg is érdemelték egy kicsikét, bármit megtesznek, csak ne bántsák őket. Na látjátok, mondtam én, hogy a lány életben van, és ő tervelte ki ezt az egészet. Mi lenne akkor, hogyha befejeznétek az emberek prankelését? Megígérjük, megígérjük! Várjatok csak! Nem haltál meg? Megvagytok, megprankeltelek titeket. Eléggé durva volt ez a módszer, hogy megleckésztesse őket, de valljuk be, hatásos volt, nem? De ezután szerintem a lány ki lesz rúgva. De kik lehetnek a bohócok? Ne csináld! That was so good. Ne! Micsoda fordulat ez? A szülők öltöztek be bohócoknak, és összebeszéltek a babysitterrel. Mekkora formák? Hát akkor a lány biztos, hogy nem lesz kirúgva, hanem fizetésemelést fog kapni. The whole time, fake knife freak. And fake blood. Milyen prankelős kedvűbek vannak a szülők. Ez itt egy kamukés volt, ez pedig itt művér. Nagyon, de nagyon jól csináltátok. Hát tudtuk mi végig, hogy ti vagytok, csak színleltük ezt az egészet, és nem voltunk ám megijedve. Hát persze, hogy nem voltak, és nem is sikongattak, ugye? Hát persze! És mi volt? Ja! Azt még akkor rakta oda, amikor jött, ígéri, hogy ez most már az utolsó prank volt. Ez nem volt vicces. Az sem volt vicces, ahogy ti prankeltétek a babysittereket, és ahogy bántatok velük. De látjátok, most tanítottunk nektek egy leckét, és most már a saját bőrötökön tapasztalhattátok, hogy ez az egész miért annyira rossz. A prankelés számukra csak addig volt vicces, ameddig ők szivatták a másikat. Na de hogyha már őket szivatták, baromira jó, hogy komolyan ebből az egészből tanulni fognak. Ugyanis lehetséges, hogyha nem vetették volna be ezt a szemét trükköt, akkor még lett volna nekik 15 babysitterük, akiket ugyanúgy folyamatosan prankelnek, és folyamatosan elüldöznek. De hát szerencsére lett egy ilyen bevállalós babysitter, aki belement ebbe, és akit nem tudtak elüldözni. Nagyon köszönjük, hogy jöttél, és baromira hálásak vagyunk.
babysitter. Nagyon, de nagyon remélem, hogy sokkal több szerencsétek lesz a következő babysitteretekkel. Wait. Várjunk csak. Does that mean you won't be coming back? Why? Ez azt jelenti, hogy te nem fogsz visszajönni, és nem lesz a babysitterünk. Mégis miért? Hát szerintetek miért? De mennyire komoly, hogy ez az idő alatt már megkedvelték őt a csajszit. De hát megértem, komolyan egy tiszta szívű babysitter, aki jól tud rájuk vigyázni. Azt szeretnénk, hogy te legyél az új babysitterünk, és a csajszi bele is ment. De egyetlen egy feltétellel. Hogyha esztek egy szóda bikarbonás sütit, aminek baromi rossz íze van. Tudom nagyon, hogy szeretnél lenni. Nagyon, de nagyon örülök, hogy jól zárult ez az egész, és hát minden jó, hogyha vége jó, baromira komoly sztori volt ez, én rettentően élveztem, az elején azért elszomorodtam, hogy hogyan bántak vele, de hát a végén csak megtanulták a leckét, és hát ez a lényeg, hogy folyamatosan fejlődjünk, és napról napra jobb emberek legyünk. Na de akkor, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, minden ott van lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!